Hátizsákkal a vállán érkezett Molnár Gyula az Együtt irodájához délután. Az MSZP elnökét Juhász Péter, az Együtt vezetője várta. Kitől tudjátok? Ezt hadd kérdezem. A titkosnak szánt találkozóról csak az RTL híradó tudott és készített róla felvételeket. Mosolyogva mentek tárgyalni, pedig az elmúlt napokban a két párt hevesen kritizálta egymást a nyilvánosság előtt, miután kiderült, az MSZP azokban az egyéni választókörzetekben is saját jelöltet indít, amelyben az Együtt szerint az ő politikusuk esélyesebb lenne. Csepelen például az Együttes Szabó Szabolcs ellen Bangóné Borbé Ildikó indulna. Ő a tárgyalás előtt is az általa 1%-os pártnak nevezett Együttet hibáztatta, amiért nem hajlandó közös listán indulni a szocialistákkal. Ha nem veszik tudomásul, hogy minden olyan leadott szavazat elvész, amit 1%-os pártok produkálnak, akkor Orbán Viktor kormányt fog alakítani 2018-ban. Az Együtt elnöke pedig szintén a tárgyalás előtt pár órával még arról beszélt, bűn lenne, ha egymás ellen indítanának egyéni jelölteket. Azért feladni az ellenzék győzelmi esélyeit, hogy egy másik pártot kiszorítsunk a palettáról, szerintem ez történelmi bűn. Ebben a hangulatban ültek le a pártvezetők egyeztetni. Sikerült megállapodni? Nem volt ez ma cél, hogy megállapodjunk, sokkal inkább arról volt szó, hogy azokat az esetleges félreértéseket tisztázzuk, tehát csináltuk egy probléma lehetát. Az MSZP elnöke a tárgyalás után azt mondta, nem változott az álláspontjuk, közös listán akarnak indulni a választásokon az Együttel, de az összes választókörzetben nem akarnak együttműködni. Mivel mi már a DK-val koordinálunk, és azt gondoljuk, egy hármas koordináció a teljes 106 körzetben elképzelhetetlen, egyedi esetekben el tudjuk képzelni, de én ma ezt a konkrét kérdést itt nem nyitottam fel. Juhász Péter annak örült, hogy végre leültek egyeztetni egymással, de a közös listát továbbra is elutasítják. Az MSZP úgy hajtja ezt a közös listát, hogy egyébként nincsen párt, amelyik kötőjellel szerepelne az MSZP-vel közös listán. Tehát hogy ez egy álhír ilyen értelemben, nem lesz az MSZP-vel közös lista, és ez nem véletlen. Az MSZP nem tudta megugrani ezt a megújulást, ami szükséges lenne a magyar politikában. A tárgyalásokat viszont hamarosan folytatják. Az Együtt és az MSZP elnöke ma abban ugyan nem állapodott meg, hogyan indítják majd jelöltjeiket a tavaszi választásokon, arról viszont megegyeztek, hogy kinyitják a tárgyalásokat, és a következő hetekben a DK-t bevonva egyeztetnek tovább. Losonczy Gergely, RTL Híradó, Budapest.